Na, szeretettel köszöntök mindenkit, Szabó Sándor vagyok, ma pedig Szentes Róberttel beszélgetünk. Méghozzá a mai témánk az a pozitív gondolkodás. Robi, itt Nyugat-Európában, illetve a nyugati kultúrákban nagyon elterjedt az, hogy gondolkodj pozitívan, és akkor az életedben minden rendben lesz. De hogy vélekedsz el? Szevas, Hanyi. Szia. A pozitív gondolkodás az nem mindenkinek megy, és igazándiból annak a definíciója, amit szerintem, amivel probléma van. Amikor az elménk teljesen üres, akkor csak pozitívan tudunk gondolkodni, viszont amit mi nem hívunk, vagy úgy hívunk, hogy negatív gondolkodás, vagy valami, amögött vannak spirituális üzenetek. És beszéltem már veled erről, és tudom azt, hogy a legtöbb ember azt hiszi a pozitív gondolkodás, hogy valami negatív följön, hogy ezt gyorsan fölül kell írni. Ez a fölülírom a rossz érzést, fölülírom, és azokban üzenetek vannak. Ez olyan, hogy például, ha tudok adni egy metaforát, hogy nagy is az ember kap egy defektet. Az egyik gumiba belemegy egy szög, és beviszi az ember a gumishoz, és azt mondja neki a gumis, hogy figyelj, defekted van. Jaj, hát ne legyél már ilyen negatív, hát nézd, hogy milyen szép a másik három. És tudod, ha ez a típusú pozitív, ez a definíciója, akkor soha nem fogunk tudni előrelépni. Tehát amíg meg nem javítjuk, vagy ki nem korrigáljuk, vagy valamilyen szinten helyre nem hozzuk azt a problémát, amivel szembesülünk, a pozitív gondolkodás az igazán egy nagyon-nagyon veszélyes dolog. Az egy álca. Tudni kell azt is, hogy minden oldás után elengedünk egy félelmet, elengedünk egy hiedelmet, integrálunk egy árnyat, megoldunk valami traumát. Azután van egy olyan lépéssorozat, amivel mi kimegyünk a jövőbe, és elképzeljük, ránézünk, hogy hogyan alakult az életünk, hogyan vált jobbá. Na ez a pozitív gondolkodás, amivel mi programozzuk az elménket a jövőbe, hogy hogyan teremtsen egy jövőt. Ezt viszont, amit a legtöbb ember csinál ugye meditációban, hogy képzeld el, hogy neked ez meg ez van, ez önmagában, ez édes kevés, és sokszor teljesen ellene rezeg és ellene termel a feloldatlan traumáinknak. És ebbe az a veszély, hogy az ego nagyon trükkös. Körülbelül ad 15-20 évet, hogy megadja nekünk ezt a meditációban felhozott pozitív, tudod, a képeket, és utána lerombol mindent, mert a múltban elvaratlan traumáink és konfliktusunk vannak. Tehát a pozitív gondolkodásnak sok definíciója van, az a lényeg, hogy az nem rossz, de hogyha az nem valós, hanem az egy álca, az egy félelemből való felülírás, akkor az nem fog úgy működni hosszú távon. Magyarul te azt mondod, hogy a pozitív gondolkodással csak elnyomjuk és talán még erősebbé tesszük a negatív érzelmeinket, érzéseinket, amelyekben vannak, és ezek előbb-utóbb úgyis a felszínre kerülnek, ugye, ahogy a Biblia is fogalmaz, hogy nincs az a sötétség, amelyre előbb-utóbb fényre derülnek. Tehát ez, ha jól értem, te ezt mondod, ezt hozott ki belőle a szavaidból. Mondok még egy olyan szöget, vagy megközelítési módot, hogy nagyon sokan vagyunk ezen a földön, és mindenki egy picit más. Tehát vannak alapprogramok, amik közösek bennünk, viszont vannak olyanok, hogy aki tud automatikusan sokkal pozitívabb lenni. A fiatal lelkek, akiket még nem traumatizáltak, az öreg lelkeket, mint téged meg engenek, van annyi volt, hogy már tudod, megvan bennünk ez az óvatosság, de vannak fiatal lelkek, akik tök pozitívak, és működik is nekik az élet. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogja őket trauma érni később, de most nekik ez teljesen jól működik. Nekem, mint egy skorpió, ugye, hogy a jegy, nekem, ami alapvetően jött régen, hogy én nagyon-nagyon jól láttam 5 évre, 6 évre előre ki az, hogy milyen rossz fog történni. Tehát a maga negatív meglátás az nem rossz, mert tudtam akkor úgy korrigálni, tudtam akkor úgy stratégiázni, tudtam olyan döntéseket hozni, hogy ez ne jöjjön meg, tudod? Tehát az nem az negatív volt a gondolkodásom, viszont valamilyen szinten védelmet is adott. És ahogy elkezdtem magamon dolgozni, mikor tényleg rátaláltam az igazi receptre, akkor láttam, hogy ezek a negatív gondolatok igazán
útirány, meg jelzők, de önmagukban veszélyesek, mert hosszú távon robbanékonyak lesznek. Ezért kell őket feldolgozni, integrálni, elengedni, és akkor automatikusan rálátunk arra is, de már nem vonzzuk be, mivel már nem a rezgést integráltuk, és akkor így tudunk pozitívan teremteni. Itt Magyarországon is egyre jobban elterjedt azokban a spirituális körökben szerintem, akik az igazi tanokat tanítják, tehát tényleg mestereknek lehet őket nevezni, hogy le kell menni a mélyre, a gondolatok, vagy az érzelmek, a negatív érzelmek mélyére, és meg kell néznünk, hogy azok vajon mit üzennek nekünk. Mi is annak a pozitív oldala. Ugye az éremnek két oldala van, hogy egyszer van negatív, akkor pozitív is van. Tehát nem lehet csak úgy, mint ahogy Dékát csinálta, hogy gondolkodom, tehát vagyok, hanem egyre jobban azt szokták mondani, például dr. Örlős Gábor is, illetve más mesterek is, hogy nem gondolkodom, tehát marha jól vagyok. És te mit szólsz ehhez? Tehát én valahogy egyébként így látom, mert én is csináltam ezt a pozitív gondolkodást, ideig, óráig valóban működött, de annál erősebben tértek vissza a negatív gondolataim, negatív érzelmeim, egész egyszerűen elképesztő volt, nem tudtam velük mit kezdeni, erre az útra tértem. Most is van benne nagyon sok, de most már legalább tudom, hogy meg kell rajtuk dolgozni. Nem bújhatok el tőlük körül. Igen. A Szonyával való videóban ugye beszéltünk, hogy milyen sok síkon futnak a dolgok. Tehát a történet mögött van egy másik történet, amögött még egy történet, mindegyik valamilyen szinten befolyásol minket. Ha lehet, hogy ezt a metaforát már hallottátok, de képzeld, hogy van egy aksi a kocsiban. Ha csak a pozitívra teszed rá, akkor a kocsi nem indul. Tehát kell mind a negatív, mind a pozitív, mert azzal zárul be a kör. Ott van egy áramkör. Azért hívják, mert ahogy az elektronok áramolnak az egyik pólusból a másikba, úgy van abból teremtő erő, úgy van abból mozgás. Az elmék programok ugyanígy működnek. Vannak pozitív dolgok, és vannak olyan dolgok, a negatív dolgok, amik a törzsfejlődésünket szolgálják. Az nem azt jelenti, hogy valamit rosszul csináltunk, hanem az teremtő, az univerzum megkér minket, hogy engedjük el, ismerjük fel, ezáltal tudunk erőre kapni. A személyes erőnk, Sanyi, az nagyon-nagyon szét van szórva az alsó rétegeiben az elmének. Több tízezer részre szét van szórva az erőtlenségünk és az erőnk. Az igazi erőnk, a teremtő erőnk az árnyainkban vannak. Tehát ahogy integráljuk az árnyainkat, fel tudjuk őket fedezni, hogy mit kifogásolunk magunkban, mit nem szeretünk másokban, mit nem szeretünk világban, azok mind egy ilyen diszociált, elutasított árnyaink, és ha azokat elkezdjük integrálni, egyre több erőt kapunk. És látod, ezek is kellemetlen, sötétnek titulálható valamik, de anélkül nem fogjuk az erőnket visszakapni. Mi egy nagyon-nagyon erős teremtő lény vagyunk, az ember, a humán, de azért jöttünk ebbe vissza a dualitásos, polaritásos rendszerbe, hogy megismerjük mind a mélységet és mind a magasságot. Most ezt lehet sötétségnek, fénynek nevezni, ezt lehet negatívnak, pozitívnak hívni. Amíg nincs teljes rálátásunk és teljes elfogadásunk, azaz integráltságunk, valamelyik oldal félre fog vezetni minket. Aki túlságosan idézőben pozitív, az általában elbutó, hogy te is mondtad, kap egy sallert, mert nem hajlandó felismerni, hogy ott ez igazán egy kompenzáció arra, amit ő nem szeretne, vagy nem hajlandó, vagy nem tud meglátni. És az univerzum eljutott egy olyan pontra most már, hogy már nem lábújhegyen jár, meg minden, nem azt mondja, hogy jaj kicsi, majd lesz rá időd, meg majd egyszer, nem, az a most. És aki most nem áll, vagy nincs tudatában ezeknek a technikáknak, ennek a, hogy mondjam, a megközelítési módnak, nagyon-nagyon rosszul. Semmi rossz a pozitív gondolkodással, de nem szabad, hogy a feljövő üzeneteket, a idézőben negatív üzeneteket, hogy próbálja eltolni. Abban van a veszély. Szóval azt mondod, hogy mindenképp meg kell, és azt is ajánlod nekem is, illetve a kedves nézőknek is, hogy meg kell nézni annak a negatív gondolatot. Igenis le kell menni a
Bujra-Bujrába, és meg kell néznünk annak a negatív oldalnak a pozitív oldalát, hogy mit is üzen nekünk, mert csak akkor pukkan szét, úgymond, mint egy lufi. Igen, és találunk rá a úgymond érzelmi lelki békére. Igen, nincs béke az egyik polaritásban csak. A balansz, az egyensúly, ez a pozitív, negatív, fény, sötétség között van. Ami minket, azt hiszem, hogy ezen én is átmentem, tehát több millió lépéses transformáció mentem át, és hidd el, hogy tényleg nagyon félelmetes egy-két lépés. Egy-két régió, nem is csak lépés, hanem egy-két régió, amikor bemegyünk ebbe a, már elég a kvantumos a elmémezőbe, ez a kvantumpszichológia, ott aztán legyél egy jó ninja, azért mondtam, hogy ott kellenek mentorok. Tehát ott amúgy édes aranyos az emberi lény, csak nagyon-nagyon nem volt tudatában, hogy igazán mi folyik a mi háttérprogramunkban, és ezért örülök, hogy tudjuk ezt az interjút csinálni, hogy segítsünk az embernek rálátni, hogy ami negatív, az nem negatív. Az egy valamilyen szinten törzsfejlődéshez szükséges aspektus vagy ráváltási szög. Igen, ebben teljes mértékben tökéletesen ennyit értek. Mint említettem neked én is korábban, ezelőtt talán 3 évvel még a pozitív gondolkodást vittem bele a meditációba, illetve próbáltam pozitívan gondolkodni, és ez ment is egy darabig, most viszont egy másfél éve, mintha még jobban belekerültem volna a mocsárba, próbálok nyitott szemmel járni, de az ego az elképesztően tükrös, azt észrevettem, hogy a félelmeket próbálja, amikor rálát egy félelemre, akkor próbálja, vagy próbál téged kiugrasztani belőle, vagy pedig próbálja másfele terelni a hangsúlyt, a képzeletedet, vagy szól hozzád egy belső hangon, hogy ó, ez hülyeség, ezt ne csináld, hagyd el, vagy nem foglalkozom értelmes dologgal. Mennyire látod ezt jó dolognak, ami most például bennem is zajlik, mert biztos vagyok benne, hogy aki rátér az igazi útra, ezeket fogja végrehajtani, amiről most beszélget, hogy lemegyünk a mocsárba, és megnézzük. Lényegében nem csinálunk semmit, csak megnézzük, hogy mit. Annyit szeretnék korrigálni, Sanyi, hogy olyan nincs, hogy nem csinálunk semmit. Akkor végünk van. Tehát ami feljön, az az energia, az az üzenet, a idézőben negatív energia, ezt meg kell oldani technikákkal. Tudod, ezért mondom, mindig van az érzelem, hirdelem, töredezettelme, árvilág és a kvantum energetika. Tehát mind az öt jelen van minden idézőben negatív, tudod, az érzés mögött, és mind az öten át kell menni, és mindegyikre más technika van. Nagyon, nagyon fontos a háttér pszichológiát ismerni, és ebben van a gyógyulás. Az önmagában viszont nem elég, ezért kellenek a technikák, és nagyon sok technikát ismerek én is, több százat. És attól függ, hogy az embernek milyen a gondolkodásmódja, a kliensekről beszélek itt, az szerint tudom alkalmazni azokat a vagy hipnotikus, vagy pedig vizuális, vagy ilyen hallás utáni a gyógyító technikákat. Az ego, ami a bennünk lévő negativitás, tehát az ördög, nek a programja, az szereti a homeosztézist, azaz a változatlanságot. Tehát, ha nem változunk, ezt te is tudod, akkor előbb-utóbb abból nagy galiba lesz. Mondok egy nagyon egyszerű metaforát erre, amikor kinőjük a 6 évesen a pizsamát, azt nem fogjuk tudni később hordani. Mert nem, eleve nem fér ránk, a másik, mert na próbáljuk magunkat bele gyömöszölni, akkor abból nagyon nagy baj lesz. És ezt próbáljuk csinálni. Az ego ezt próbál ránk akarja adni a régi pizsamát. Nem megy, nem férünk bele. Felnőttünk, tudod? Legalábbis a test. És azért kell az egót lépésről lépésre úgy tréningezni, hogy az emelkedjen velünk, és az ő gyerekes, és nem annyira gyerekes, hogy mondjam én, ellenálló viselkedéseit úgy oldjuk fel, hogy azáltal ő is emelkedik, és minket is hagy emelkedni. Igen. Így már tökéletesen értem. Én például gyakran szoktam úgy járni, és nem tudom, hogy a kedves nézők össze van-e olyan, akkor rálátsz egy negatív programodra, vagy aspektusodra, akkor elképesztő erőssé válik az ego,
mintha szuperegó lenne. Mindenféle félelemmel, a legfőképp a halál félelemmel próbálja ezt a gyakorlót vagy útkeresőt kiugrasztani a helyéről, hogy abszolút nem tudja arra koncentrálni. Jó az a meglátásom, vagy pedig valamiféle probléma van ezzel a meglátással, amit most én nem. Az ego nagyon sok félelme van. Tehát a legnagyobb félelme az, hogy felfedezik. Felfedezik az ő, hogy ilyen bújtatott, ilyen trükkös stratégiáit. És már ebben is, hogyha tényleg belegondolsz, akkor van egy kis sunyiság. De az ego nagyon sunyi. Az egy dupla ügynök. Tudod, az egyik mondja, hogy persze, csináld, meg annyira jó fej vagy, meg szép vagy, meg okos vagy, és akkor ahogy beindulunk, elgáncsol. És tudom, hogy sajnálom, jaj, Herúd, sajnálom, mi történt? Hát mi elgáncsoltál, tudod? És ha ezt megismerzem, hogy bennünk van ez a dualitás, bennünk van ez a sunyiság, bennünk van ez a polaritás, és akkor ezt tudjuk, és nem vesszük személyesen, akkor tényleg ki tudunk szállni ezekből a mintákból. Persze több tízezer lépés. Ezt mindig szeretem nyomatékosítani, mert tudod, Amerikában is, még most már Magyarországon is rengeteg emberrel beszélek, és valamilyen szinten nem megrettenteni akarom a nézőket, meg az embereket, csak hogy tudják, hogy ne adják fel, mert sokkal komplexebb ez a gyógyulási folyamat, mint ahogy azt mi szeretnénk, vagy mint ahogy azt mi hittük. Ez nem azt jelenti, hogy végeláthatatlan, csak azt, hogy vannak olyan kifinomult részletek, amikről mi nem is tudunk, amik az ember nem is akar elni, hogy ilyen van, de viszont amikor bevállaljuk, akkor tudunk igazán nagy áttörésekre szert tenni. Ebben volt egyébként nekem is tapasztalásom, tehát az első tapasztalatom az volt, hogy megtaláltam a negatív mintákat, amelyekkel azonosultam, és hirtelen átfordult valaki egy pillanatra. Nem tudom, hogy honnan jött, nem tudom, hogy hova ment. Olyan, mint hogyha kiléptem volna egyébként ebből az állapotból. Másodpercek vagy percek voltak talán, és most úgy érzem jelenleg, hogyha visszazuhantam volna. Tehát nem lehet, hogy ez jel az univerzumtól, hogy majd mostantól ez akkor bizonyítsd, hogy valóban ebben az állapotban, vagy tehát próbára tudítani az ego bennünket, vagy ez megint csak az ő képzeletbeli szüleménye. Nem mindig az ego adja nekünk a negatív érzéseket. Vannak, amikor újabb feloldatlan traumák jönnek a felszínre. Tudod, az ego általában szeret ellenállni, vagy az ellen, hogy ne lejjük fel a mélységeket. Az ego szereti a fél megoldásokat, féligazságokat, és a felszínes megoldásokat, a felszínes magyarázatokat. Tehát, hogyha így rálátunk erre a dupla ügynökünkre, ami bennünk van, akkor már másképp tudjuk kezelni a dolgot, és másképp tudunk navigálni ezen az elmei téren. Most annyiból nagyon nehéz, Sanyi, az embereknek, hogy a régi gyógyulási folyamat, az a lineáris lépcsőfok, amit ugye szerintem az ember elképzel magának, hogy elengedem, jobban vagyok. Következő réteg feljön, elengedem, jobban vagyok. Most nincs. Ez a szép, finom lépcsőfokos valami, ez megszűnt, és az égiek azt mondják, hogy nincs lépcső, itt az óceán, és bedobtak minket az óceánba. És azért tűnik úgy a legtöbb embernek, hogy hát nem segít semmi, nem tudod, nem jutok semmire, pedig csinálom. És én nagyon kihallom meg a látóképességem, én látom az emberek, hogy hol tartanak, és mindig megmondják, hogy ilyen jó helyen, már sokkal több erő, meg szeretet van a hangodban, csak most, tudod, a régi, finom, gyereklépéses stratégia helyett most benne vagyunk a mély vízben, és azért egy kicsit úgy kapkodunk a levegőért. Egyébként nagyon-nagyon igazad van, mert én is úgy érzem, hogy nem haladnék, nem jutnék egyről a kettőre, lehet, hogy most brutális erővel tör rám az ellenállás, illetve a türelmetlenség, de úgy érzem, hogyha még mélyebbre mennék, még mélyebbre jutottam volna, és is csak itt toporzékon tehetetlen vagyok ezekkel a negatív érzelmekkel, negatív gondolatokkal. Ugye jön az érzelem, és akkor egyből az ego megszólal a gondolat hangján, hogy jaj, most biztos ez van, biztos az van, ez kell benned. Közben meg nagyon jól tudom, hogy egy nagy marhaságot
Tehát valami elteremtés Igen. Ezért tudod, kell a gyógyuláshoz úgynevezett akaraterő és egy valamilyen szintén intellektuális megközelítési mód. Eszméletlen logikus a gyógyulás. És mikor Szonyával csináltam a múltkor ezt a férfi-női kapcsolatos videót, ott nem mondtam, de itt most megmondom, hogy ezért nagyon fontos mind a két aspektusunkat meggyógyítani. A női aspektusunk az az érzelemvilág. Ez ott van mindenkiben, férfi vagy nőtök, mindegy. A logikus aspektusunk az pedig a férfi energia. És itt van egy nagyon nagy trükk. Nem tudjuk a női érzelemvilágunkat, azaz a tudattalant meggyógyítani a férfi logika nélkül. Tehát megint kell a yin-yang, csak ezt tudod, ahogy mondtam, eszmetlen konfliktusban volt a kettő, egymást nem szerettük, féltünk másiktól, meg sokszor utáltuk is a másikat, de most már nincs ebből kiút férfinak férfikével válni, és segíteni, meggyógyulni annak a női energiának. Különben nem megy másképp. Nagyon nehéz egyébként a mostani világban ezt a fajta mélységet megélni. Főleg a rohanó világban élni, hogy dolgozik az ember, elmegy vásárolni, tedd ide, tedd oda van. Hogy lehet ezt a hétköznapokban kivitelezni? Például egy rohanó munkahely. Amikor benne vagy úgymond a mocsárban, egy aktív munka közben. Hogy tudod, hogy lehet ezt kivitelezni? Több eszközhöz kell nyúlnunk. Az egyik az, hogy mindig legyen egy megbízható mentor vagy mentorokhoz hozzáférhetőség. Anélkül nem megy. A mentoroknak az a lényege, hogy átment már azon az alapadáson, amit éppen az az illető most tapasztal, és sikeresen kijutott abból, és vissza tudja úgymond következtetni, vagy görgetni a szálakat, hogy az tényleg egy járható út legyen. Nagyon sokan úgy átmennek akadályokon, hogy nincsen dokumentálva sem, nincs processz, nincs egy szisztéma, nincs egy rendszerbe foglalva, és azokból jön a hablaty. Tudod, én is, amit rendszerbe foglaltam, azt már több tízezerszer csináltam, láttam, kalibráltam minden. Tehát amikor én mondok valamit, az ilyen nagyon-nagyon precíz, lépésről lépésre szóló folyamat. Tehát előre kellenek a mentorok. Na akkor itt megint ilyen egy elakadás, hogy kibe bízol, honnan tudod ki a jó, hát itt kell megint az intuíció. A másik, ami is nagyon fontos az emberiségnek, az az, hogy a régi túlélési stratégiák, munkahely, pénz, meg ezek a földi síkú félelmek, hogy ezeket hogy tudjuk úgy integrálni magunkban, hogy ne féljünk tőle, ne legyen neheztelés az irányba, hanem kezdjünk úgy áttransformálni belül, hogy egy magasabb síkra tudjunk lépni. Én értem azt, hogy kell a pénz, én értem azt, hogy kell a munka, én értem azt, hogy az ember az idejét becseréli egy fizura, de ezen fölül kell kerekednünk. Tehát magyarul kell egy úgynevezett egy magasabb hit, egy magasabb fokú hit, ami tudja azt, hogy jobb lesz. De ez nem önállítás, hanem ezért nekünk kell belső munkát végezni profi mentorokkal. Tehát látod, hogy egyik nem megy a másik nélkül, és nagyon sok lépést kell egyszerre megtennünk. Ma a mai embernek tényleg sokkal nehezebb, mert összetettebb az emelkedés meg a gyógyulás, mint régen. Viszont így van, viszont amit észrevettem, hogy egyre több megvilágosodott hiteles mester, mentor, vezető, tanító, guru, nevezzük őket akárhogy, egyre több áll az emberek rendelkezésére. Azt hiszem észre, hogy sokan mégis úgy kételkednek bennük, nem merik, vagy nem is akarják a segítségüket igénybe venni. Ez mitől lehet? Miért? A Matrixban, ahol éltünk, az úgyják, hogy invertált Matrix. És azért volt invertált, mert mindenki szinte az ellenkező volt igaz. Amit mi hittünk, az nem úgy volt. Az ellenkező volt igaz. Amiben mi hittünk, az megbízhatatlan volt, stb. Tehát az történt, hogy a legeslegnagyobb ilyen guruk idézőjelben, akiket az emberek ismertek, ők általában
nem mondták ki a teljes igazat, nem azért, mert próbálták visszatartani, mert nem tudták. Tehát ez egy olyan alapfeltételezés volt az emberektől, hogy minél nagyobb a színpad, annál nagyobb az igazság, és ez nem így volt. A háttérben viszont egy nagyon kicsi réteg, ebben én is benne vagyok, meg egy páran benne vagytok ti is, akik mindig tudták az igazságot. Mi olyan szinten ki lettünk képezve az égiek által, meg földi mentorok által, hogy mi tudtuk, csak minket elnyomtak. Ennek az elnyomásnak vége. Az emberi elmében rengeteg olyan program fut, ami fél az igazságtól. Ez persze ego program. És akkor ezeket nem lehet csak így a kimondás után elengedni, mert van mit tudom én, 10, 15, akár 20 olyan program, amin lépésről lépés át kell menni ahhoz, hogy ne féljünk az igazságtól. Nekem is nagyon sokat kell dolgoznom azon, hogy meg tudjak jelenni a nyilvánosság előtt. Hogy ne beadogjak, hogy ne tudod, ki tudjam szépen fejezni magam, és ne féljek kimondani az igazságot. Nagyon sokat, tehát több tízezer lépés volt nekem ez, és utána most már az vagyok, hogy figyelj, ez van. De azért tudom ezt mondani, én is átmentem rajta. Tehát itt megint a mentoroknak a minősége. És volt a nagy, a többség, és akkor ez egy illúzióban ért. És most, hogy megvolt a mágneses pólusváltás júni 18-án, most ez összeesik, és ez lesz igazán a névó, vagy a nérvadó. És ezt kell az emberek megtanulni, hogy el kell engedni a régi rossz felfogásokat. Ezt, amire a tömeg követett. És megjelent egy párunk, pár ezeren, aki azt mondják, hogy figyelj, én tudok segíteni. És az ember sajnos úgy működik, hogy minden újjal szembe száll. Nem szereti, próbál valamilyen szinten jogosan adni neki kis időt, megnézni, hogy működik, de az ego meg abszolút be fog cirkuszolni, hogy tudod, bedobja, becirkuszol, vagy behisztizik, amikor tényleg ez az új valami lesz majd igazán az új követendő, hogy mondjam, irány. Az embereknek nagyon-nagyon-nagyon sok munkára van szüksége, önmunkára. Majdnem az egész, az 1 milliós soros háttérprogramunk, azt teljesen újra kell invertálni, el kell engedni, ki kell törölni ezeket a régi rossz programokat. És az emberben van nagyon sok olyan program, tudod, én másképp látom az emberiséget, mivel nekem ez a megbizatásom, ez a hivatásom, hogy az elme, az emberi, és a kvantum elmének a szakértője lettem, és én állvállom az 1 milliós soros háttérprogramokat. Tehát bármikor, nagy Isten megjelen mondjuk az autó, akkor a lovas, emberek, akik lóba, vagy azzal jártak, akkor nagyon elkezdtek félni. Mit fog ez velem tenni? Gyorsabban fog menni, akkor nem lesz rám szükség, akkor megélhetés, túlélési félelmek, stb. Stb. Ettől fél. Az ember annyira el van akadva egy ilyen túlélési stratégiában, egy túlélési világban ennek kell integrálódnia. És ugyanez van most, ami most folyik, csak most durva. Most már tudod, nincs 100 év, meg 200 év, meg 500 év arra, hogy jaj, majd ebből a vizéből, vagy kifejlődünk. Nem. Itt van minden az égek, itt feltállalták az egészet, és tűzcsapból iszunk. És ezért nagyon nehéz. És az a zárószavam itt, hogy az új gondolkodásmódot, aki elfogadja, az emelkedik. Aki nem fogadja, nem fog. Nagyon fekete-fehér lett a világ, tudod? Eddig régen voltak kis szürke árnyalatok, meg az ego azt mondta, majd később nincs. Vagy most, vagy soha. Szóval kezdődik akkor az emberiség kettévállása, úgymond. Igen, júliusban eldől az emberiség sorsa. Most, 2023. júliusban, ami azt jelenti, hogy ki van az emelkedéssel, ki van ellene, aki ellene van, megköszönjük a szolgálatát, és nézem, heartfelt goodbye, tehát tudod, semmi gond, viszont az emelkedőknek mi nekünk egymásra kell fókuszálni, megfogni egymás kezét, és tényleg segíteni ebben a elég kemény iskolában. Megállni a helyünket. Így van. Tökéletesen értek. Lényegében most megint elmondtad a mondandódból, bár én azt, hogy nekem ez jött ki, hogy a társadalomból való kilépés, ugye a társadalmi normáknak való megfelelés, elvárásokat, na ezeknek lett most vége. Nem kell megfelelni társadalmi normák, társadalmi elvárásoknak, különböző elvárásoknak. Egyértelműen a szükségleteinket azt ki kell elégíteni, de másoknak megfelelni, elvárni valamit, ennek van teljes mértékben, csak
jól vettem ki a szavadat, ugye? Tehát itt a társadalomból való kilépés, hogy mindenki kövessen bizonyos irányzatokat, amiket mondanak vezetők, politikusok, munkái, főnökök, etc. etc. Sorolnám még a sokkal tovább, de ők mindegy megfelelési kényszert, egy elvárást, egy ragaszkodást adnak az emberek felé, és be kell látni, hogy ennek nincs értelme. Mert akkor függők leszünk. Valamilyen szinten a függőség az nem rossz. Tehát ez is olyan, hogy tudod, az anyamadár az eteti a kicsiket, megtanulnak repülni, egyre jobbak lesznek, és utána élik a maguk életük. Tehát valamilyen szinten van mindig egy átmeneti függőség. Az elmei programok nagyon-nagyon komplexek, és minél lejjebb megyünk az elmébe, azaz minél hátrébb megyünk ebben a raktárhelyiségben, annál finomultabb, kifinomultabb, és energiák vannak, amire nagyon-nagyon kell tudni. Tehát mikor a társadalmi, hogy mondjam, leválásról beszélsz, annak is megvan az eszmélet nagy veszélye. Ha azt mi képzetlenül, mentorok nélkül csináljuk, akkor eszméletlen kint találjuk magunkat a forró sivatagba egyedül, védelem nélkül, és abból baj lesz. A társadalomtól nem leválni kell feltétlenül, hanem most ez egy új koncepció, hogy egy olyan új társadalmat alkotni, ami jobban működik, ami rólunk szól, ami egymásért szól. És ez a lényeg az új világnak, hogy rólunk szól egymásért magunkból. A régi társadalomban voltak ezek a versengések. Tudod, a kompetíció, nagyon sok tízezer rossz gondolattal bír az elme, meg az ember, és ezeket vetítettük ki mindig. Tudod, dögöljön meg a szomszéd tehene, meg ha neked nem, akkor nekem se is. És nagyon-nagyon utálatos az ember, az egyébként egy nagyon erős lény, de nagyon sok tízezer ilyen utálatos gondolata van, amivel meg teleszennyeztük a kvantummezőt. És ezt mutatják meg az égiek, hogy ezt kell kitakarítanod, mert te próbálsz erőből csinálni, meg teremteni, viszont a tudattalamból meg nyomod bele ki a szemetet. Tudod? Ki kell venni a szemetet magunkból, és utána kitisztul a tér. És ez nem megy egyedül. Tehát tudod, azért mondom, hogy nagyon sok szálon fut, azért mondom mindig ennyire nyersen, őszintén, az emberek már nincs annyi ideje, mint hiszik, viszont ha tényleg valaki ráfekszik erre az új logikára, elkezdi takarítani a belső elméjét, a külvilág ahhoz idomul és úgy tisztul. Jó, Robi, köszönöm szépen ezt az interjút. Akkor le a zárásként legyen annyi, hogy egyetértünk abban, hogy a pozitív gondolatokkal a negatív dolgainkat nem tudjuk elnyomni. Maximum egy bizonyos ideig tudjuk csak kontrollálni, de aztán még erősebben jönnek vissza. Remélem, hogy a nézők is ezt a videót szeretettel hallgatják, megfogadják a egytelhangzott tanácsokat, és lemegyünk megnézni az érem másik oldalát. Így van. Robi, köszönöm szépen. Bízom benne, hogy sok embernek segítünk ezzel a nézőponttal. És akkor találkozunk legközelebb. Oké. Köszönöm én is, Annyi. Szervusz. Szia.